Ja. Ó, szkennem, itt vettem le. Megy szépen vissza a cipő. Juhi! Szóval DHL-nek meg kézi. Ennyi. Szóval remélhetőleg legközelebb jó méretű cipőt kapok. Csomag akkor bedobva, volt egy röpke kis vásárlás, mert ugye én pénteken hoztam ezt meg azt, de a hétre írtam össze. Okay. Szóval, a cserélé kukászsákot. Írtam össze ugye ételeket, ma csilisbabbal nyitjuk a sort, aztán holnap krumpli fűzelé, tükört, olyan szerdán ilyen tejszínre moztam. Most esetleg. Mindegy, ilyen gombás tejszínes az a spacle, vagy nem tudom, hogy mondják. Spacle. Tészta, ja. És akkor csütörtök péntek rakott zöldbab. Ugye múlt héten mondtam nektek, hogy pénteken, hogy hoztam a darált húst, hogy lesz majd bolonyai, meg ugye kell nyilván a csilis. De a csilisbabba még csak-csak van a fagyasztóba darált hús, viszont ugye a rakott zöldbabhoz is kell, úgyhogy mindegy, hagyjuk. És most, ha már úgyis arra jártunk, akkor beugrottunk a boltba. Aldi. Ugye mutatom nektek, hogy mik jöttek haza. Szóval, akkor kezdjük innen. Én hoztam magamnak egy zabitalt, kávéimat, vagy a zabkásaimat ebből készítem általában. Általában, mert mint arra, hogy mondom az általában, mert nem mindig zabkását reggelizem. Aztán apa megkívánta ezt a macis kakaót. Van itt kettő kenyér, az egyik az egy ilyen magvas kenyér. Ez amúgy nagyon finom, ez a kenyér. Régen a Harry-t vettük, de ez van ugyanolyan jó. És van még itt egy tönköly kenyér. De mindig ugyanazokat a kenyereket együk. Erre mondhatnám, hogy két doboz papír zsebkendő, de ez nem papír zsebkendő, hanem ilyen kozmetikai törlő. Igazából annyi a különbség a zsepi meg ez között, hogy a zsebkendő négy rétegű, ez három. De tudjátok... Ja, de tudjátok, milyenek a gyerekek, legalábbis az enyémek egyszer belefújják, az kuka. Szóval, ja, ebből jött két doboz. Megmondom őszintén, hogy fagyasztott babot akartam, de aztán végül a választásom az a konzervre esett. A rakott zöld babhoz zöld bab érkezett. Le voltunk fogyva a halból, ugye Dorina nagyon szereti a halat, meg én is, ezért hoztam egy tonhalat, ebből ugye szoktunk salátákat készíteni, ezt már sokszor mutattam, viszont most úgy gondoltam, hogy nem mindig a tonhalat együk, hoztam egy lazacot, ez mustáros, mézes kapros szószban van, biztos, hogy nagyon finom, aztán heringet, ez körris ananászos, ez pedig szintén hering és mustáros krémes, tehát dijoni mustáros. Mancika kapott egy ilyen alma, barack, nem, alma, eper, banán, a baba, barack, nem, ezzel kevertem be a alma, eper, banános ilyen kis szürcsimülcsit, mert ő egyedül szinte csak az almát eszi, az ilyen nyirkosabb dolgokat nem szereti, mint az eper, meg a paradicsomot is ez miatt nem eszi meg, és akkor mégiscsak, hát tudom, nem olyan vitamin, de hát a semmitől azért biztos jobb. Érkezett még egy édes krumpli haza, aztán van itt pótlásnak, mert már eléggé lefogytunk itt a gyümölcsökkel, két alma, kettő körte, egy nagy zacskó répa, hát egy kilós, és akkor itt van két pulykadarált hús még. Egyszer jó lenne vennem egy húsdarálót, és akkor magamnak is le tudnám darálni, bár van amelyik fűszeres, ez is. Írja is, hogy fűszeres, és amúgy nagyon finom. Valamint van még itt egy pulykafilé, ilyen felvágott. Chipset sem láttatok a múlt hét pénteken, hogy hoztam volna hétvégére, ugye a daim tortát fogyasztgattuk, és mivel hogy azt az egy chipset mutattam a Spice-ba, hogy van, gondoltam, hogy hozok nekik még mellé valami rákcsálnivaló. Ebben van, minek hívják ezt a cékla. Cékla, paszternák és édes krumpli. Aztán még egy ilyen kis műzlis korni. Dorina mondta, hogy szokott kapni a suliba, néha-néha a barátnőitől, és hogy mennyire finom, úgyhogy mostanában szoktunk még ilyen műzli szeletet is hazahozni. Szóval ennyi volt mindössze az Aldi. Na, de nem is dumálok többet, mert hát eléggé idő van, megmondom őszintén, hogy most már 9:30 van. Láttátok a nagyon hosszú vlogban, hogy milyenek a hétfők, most gyorsan bepörgök, gyorsan megcsinálom az ebédet, apa megy délutánra,
meg hát inkább ne akarjátok látni, hogy hogy néz ki itt minden. Annyi, hogy már pörög lent a mosógép, porszívózni kell, felmosni kell, port kell törölni, vizes blokkok, stb. Ugye mondtam a nagyon hosszú videóban, hogy egy héten én kétszer csinálom meg azt, hogy felmosok a héten, porszívózás minden nap van, vizes blokk takarítás minden nap van, de ugye a hétfőnként és péntekenként még pluszba fel is szoktam mosni. Ahogy elnézem az ablakot, most annyira nem áll esőre, szóval csak be van borulva, nem látjátok, meg kéne pucolni az ablakot is. Ez pénteken elmaradt, azért hetente egyszer jó, ha megvan, pláne itt a konyhában, mert hogy ugyanígy néz ki az ablak is. Látjátok ezt a fátyolos réteget rajta? A gőz, ahogy főzök. És ez nekem annyira nem jön be, amikor így néz ki. Aha, így látszik, ugyanazon az ablakon is. Szóval ablakot is szeretnék pucolni, és aztán pedig indulhat a délutáni jövök-megyek. Minden fele is. Én szerintem ezt a részt ezt itt le is zárom, és nekiugrok, mert vannak itt hűtősek is, amit szeretnék elpakolni, illetve tényleg gyorsan neki akarok állni főzni. Egy kis hétfői ebédkészítés. Itt, amit láttok, ez csilis bab. Megpirítottam a pulyka darált húst, és ráöntöttem a konzerves babot, amit mutattam nektek. Azt hiszem, hogy mutattam, ha jól emlékszem. Na, de mindegy is, mert nem tudom, hogy mit vettem fel, és mit nem. Szóval ez egy egyszerű konzerv bab. Az egyik csiliszószba volt, a másik nem, de én még tettem rá az oszman fűszerből. A csilis fűszerből, illetve a kukoricakonzerv és egy nagyon kevés sűrített paradicsomot nyomtam rá. A másik pedig szintén abból a pulyka darált húsból vettem el, és csicseri borsóval, körivel, gyömbérrel és kurkumával lepirítottam. Most kihagyom a csilis babot, megmondom őszintén, mert ehhez kenyeret kellene enni, és most nem szeretnék fogyasztani pékárút, mert mióta beteg voltam, nagyon bedurult a pékelysömöröm. Amúgy sem teszi ki napjaim részét a pékárú, de most, ha az ebéd mellé kéne enni, na, nekem az nem hiányzik, mert pedig a csilisbabot hogy lehet úgy megenni, hogy az ember nem eszik mellé kenyeret, viszont ezt a kis egytálételt ezt el tudom úgy nyomogni, hogy ehhez nem okvetlen kell kenyér, vagy nincs szükségem kenyérre, és hát ezt most így hoztam össze. Ebből a egyébként nem csípős ez a bab egyáltalán, hiába is van ide írva, hogy csípős, megkóstoltam, nem volt az, illetve ez a sima egyszerű babkonzerv, ez a kettő van abban a fazékban, illetve itt vannak a fűszerek, amit magamnak használtam, köri, kurkuma, gyömbér, és akkor ott van a csilis. Gondoltam, megmutatom nektek, hogy milyen hatalmasra nőttek meg a körmeim a géllak alatt. Most szedtem le az előző pirosat, és nagyon-nagyon jót tett neki. Soha nem gondoltam volna, amikor annó abban hagytam a géllakkozást itthon, hogy újra fogom kezdeni, de a takarítás miatt szükséges, mert egész egyszerűen nem tudott tőle nőni a körmöm, állandóan letört. És most, mióta ugye újra géllakkozok, azóta ilyen nagyon szép hosszúra meg tud nőni alatta. Úgyhogy jöhet a következő szén, most már 2 hete, vagy azt hiszem 3 is, hogy fönn volt a piros, nem tudom. És megreszelgettem, és akkor majd mutatom a végeredményt. Ezt így kedről ma van. Hányadika van? Nem is tudom, hirtelen 17. Ígértem nektek a végeredményt, hát íme, ilyen lett. A formájától tekintsünk el, azért nem sablonos egyforma végig, mivel ez nekem saját körmöm, nem úgymond műanyag, meg nem épített. És hát a saját köröm az nem egyforma,
és nem mindenhol egyforma, ahogy hogy mondjam, tehát az, na, gondolom, hogy nektek is ilyen a saját természetes körmötök, hogy keszekussza, gírbe-gurba, gödrök vannak rajta, ez csak egy egyszerű géllak. És hatalmasak amúgy a körmeim, azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy visszabb is kellett volna egy picit reszelni, mint látjátok, nem is egyformán nőnek, tehát ez, illetve ez, tehát a középső és a kis ujjam, azok rövidebbek ott valamiért a köröm, pedig ez a bal kezem, tehát még csak azt sem mondhatom, hogy itt, ezen a körmömön is van ilyen kis eltolódás, de igazából itt is, ahogy írok és fogom a ceruzát, szóval nem egyformák, nem egységesek, így kinézetre, de szerintem nagyon szép ez a Milky, amit választottam szint, csak hát lehet, hogy hosszú lesz, és ki fogja lukasztani a kesztyűt. Meglátjuk, este úgyis megyek dolgozni. Lehet, hogy vissza kell majd reszelnem, mert tényleg izonyat nagyot nőttek a géllak alatt. Na mindegy, ennyit így máról kedről. Hát ez se lesz egy túl jó felvétel. Oh, kiposztoltam nektek, hogy sikerült felmásolnom a gépre a videókat, amiket múlt héten, na és apa is most küldött pont egy videót, amiket múlt héten heti vlognak vettem fel, nekiállok videót vágni, mielőtt megyek dolgozni, hogy jaj, lefagy a kezem. Oh. És amúgy rosszul mondtam. Ma 18-a van. Nem tudom, miért mondtam azt, hogy 17-e van, 18 van és kedd. Na, mindegy, nem is ez a lényeg. Meg lehet fagyni! Hát nézzétek már! Úristen Mária, nem tudom, hogy ki lehet-e látni. Szakad az eső! Ah, borzasztó, komolyan mondom. Tehát, hogy ennek soha nem lesz már vége, tényleg. Egyszerűen nem tudjuk lenyírni a kertbe a füvet. Akkor szombaton elmaradt. Úristen, mekkora víz leesett már. Tehát ez... Tudom, hogy nem olyan rég volt odalent árvíz Németországnak a déli részén, de szerintem lesz újra. Mert hogy tényleg egyfolytában esik az eső. Nincs egy olyan nap, hogy ne essen az eső. Honnan jön ennyi eső? De komolyan, mióta itt élünk, én ilyet még nem láttam, hogy nincsen egyáltalán napfény, meg jó idő, csak eső, 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 szürkeik volt, eső, eső, és megfagysz nyáron. Hát, komolyan mondom. De mondhatnám simán azt nektek, sziasztok, ma december 20-a van. Hát kb. Úgy érezzük magunkat. Na mindegy, megyek vissza, csinálom tovább a videót, és akkor, ó Jézusom, tiszta hideg a kezem. Oh. És akkor talán hétvégére fel tudom tölteni. Kiírtam nektek azt is, hogy mostanában így vlogolgatás nem igazán lesz, legalábbis ilyen hosszú videók nem. Lesz innen, onnan, amonnan, ugye tegnap láttátok, hogy vissza lett küldve a második cipő is. És hogy miket vettünk a boltba, az Aldiba, meg hogy rendbe raktam a hűtőt, meg ilyenek. Meg ugye reggel a körmeimet mutattam, vagyis hát az még délelőtt volt, és ennyi. Egyébként, hogyha kisütne a nap, nekem is százszorta jobb kedvem lenne, azt azért megmondom, tehát. Olyan mértékben szomorú az ember, hogy tényleg a hétvégék nagyon korlátozottak. De amikor csak hétvégén van az embernek lehetősége családilag kimozdulni, ugye? És tadadam, ez van! Hát ezért az úgy lehúzza az ember jó kedvét, hogy na, megint egy szar hétvégének nézünk elébe. Nem volt elég az elmúlt fél év, mit tudom én, őszig, de nem mintha tavalyi nyár olyan bombasztikusan jó lett volna. Na mindegy. Ennyi. Nem akarok sokat dumálni. Remélem, hogy nálatok jó idő van. Küldjetek, küldjetek ide is, küldjétek a jó időt, küldjétek, könyörgöm, küldjétek a jó időt. Nem kell meleg, elég 20 fok, csak legyen napfény, legyen kék égbolt, és süssön a nap. Mi van, tud Juli? Mi? Hamarosan esernyő. Majd... Hát, ja, azt is adok, esernyő. Ja. Na jó, hát azért erre még itt benne nincs szükség. De ugye Dorina megy a kórházba, és azért elővettük az esernyőt. Apa elviszi őt, én meg majd elmegyek dolgozni.
És ugye ott is marad, nem tudom, hogy meddig lesznek bent, mindegy, ez így lett megbeszélve. Ugye ott is van egy bizonyos látogatási idő, ők abba az irányba mennek, én meg a másikba. Mert nagyon gyakorol. Szóval azt akartam csak mondani, és béna voltam, mert lenyomtam a videót. Lehet, hogy az ember... De egyébként borzasztóan néz ki. Ez, hogy sötét van benne, és még nappal is lámpát kell égetni, és hát mindenhogy rossz. Tehát tök mindegy, hogy hova állok. A fejem mindenhol kinéz. Na, szóval, hogy lesz a záró est. Itt nincs évnyitó, nincs évzáró, de attól függetlenül lesz egy ilyen est, amikor befejeződik az iskola, és ugye Dorina jár táncolni. És ő talált ki, jaj, na, de büszke vagyok rá, na. Ő talált ki egy táncot, amit elő fognak adni majd a színpadon a barátnőivel. Tegnap azért is volt a városba vásárolgatni. Megvették a ruhát, amiben táncolni fognak. Egyébként ez az, ami rejtem van. Igen, felvette már máma is. Mert hogy minden nap gyakorolnak a suliba. Nem minden nap. Van rá időnk. Ha van, na jó, értitek. Ki tudott tanár minket hozni órára? Ja. Ez mi volt? Na jó, mindegy, megyek, mert ez tényleg egyre rosszabb. A kamerám ilyen koszos, de nem? Ja, úgyhogy 17:22 van most, visszaültem ide még egy picit a gép elé. Aztán ők elindulnak. Én meg nem sokára dolgozni. Hello! Jó, Istenem. Apa, nem lát minket? Hát igen, ez ilyen sport. Ja, na mindegy. Ó, hogy sosem unalmas az élet. Ma például gázszivárgás van, és evakuálják az iskolát. Szóval menjünk. Lezárták az egész környéket, szóval... Azt mondták, hogy egy nagy áruház parkolójába kell majd megállni. Menjünk, szedjük fel a gyerekeket. Ja, zajlik az élet. Na, ennyit így... Szerdáról. Komolyan mondom, ma lesz amúgy a meccs. Magyar-német meccs. Hajrá, magyarok! Hajrá, hogy nem tudtok parkolni, meg nem férek el? Na hát... Jobbról, balról, mint a szülőcsatorna, olyan szűk. Hát én még ilyet sem láttam. Tele van a parkoló gyerekekkel, már ott lejjebb. Folyamatosan jönnek nagy csapatokba. Hihetetlen, komolyan. Ja, rádió, bocsi. Na mindegy, de és azt nem is mondtam, hogy ezért vagyok kék. Felsőben, ugye mutattam a szekrényemet a jó múltkor. Ott is egy tűzoltó autó, ott megy. Nem tudom, hogy mennyire látjátok. Tele van nagy a balhémi. Dorinka már megérkezett, tele van minden gyerekekkel. Várjuk Mancikát is. Hogy mit akartam ebből kihozni? Hogy bemegyek boltba. Addig itt hagyom a gyerkőcöt az autóba. Ő nem egy ilyen nagyon vásárolgatni szeretős. Milyen jó ilyenkor jól jön, hogy anyának van. Milyen van? CD lejátszó a kocsiba, és még nem ilyen modern az autó, ugyanis nem tudtam, hogy mennyit kell itt várakozni, milyen gyorsan érnek ide fel. Mondjuk Mancikát még várjuk meg az ukrán kisfiút. Szóval, ja, hát tényleg mindig történik valami. Szóval én bemegyek, vásárolok, amúgy is kell vennem kenyeret meg tejet. Jaj, komolyan mondom, meg mosogatógép kapszulát, meg ilyeneket, szóval én addig akkor összekötöm a kellemest a hasznossal. Na mindegy. Hát ez van. Hát én csak egy kenyeret vettem. Hát nem volt olyan cucc, amit akartam. Amúgy ellepték a diákok a kocsinkat, és mindenhol gyerkőcök vannak. Aja, Dorinának is vannak itt az osztálytársai, és nem találtam olyan mosogató gépsót, amit kerestem volna, sőt olyan tablettet se, amit kerestem volna. Tejet meg végül úgy volt, hogy mindegy, akkor hozok kenyeret, aztán kész, majd elmegyek a héten valami más boltba. Továbbra is Mancikát várjuk.
Hát ez van. Legyen dodóka. Hát ha a sztorinak volt eleje, akkor legyen gyorsan vége is. Egyébként merül rohamosan a telefonom, akartam hazafele nektek videózni, de már esélyem nem volt, hogy benyomjam a kamerát, és le is fog merülni, azt nézem. Hú, na mindegy, mint a mérgezett tegerek, az a tömérreg gyerek, autó, szülő, felfordulás, mindenki, keresztül, kasú, jobbra, balra, úristen már, és még hazafele is, ahogy kikanyarodtunk onnan, tömve az út szélek két oldalt, egy csomó gyerekkel, eszméletlen fejetlenség volt, eszméletlen fejetlenség. Hát ilyet még nem éltünk át, megmondom őszintén. Ja, de itthon vagyunk, úgyhogy apának is gyorsan lejelentkeztem, megfőztem a kávét, adtam a gyerekeknek enni, most megiszom a kávét, és gondoltam, akkor erről még beszámolok. Hát, komolyan mondom, itt tényleg mindig történik valami. Azért. Hát megy a meccs, megy az izgulás, és csak kenyeret vettem a boltba, úgyhogy még vissza kellett menni chipsért, mert hát nincs meg chips nélkül. És nem volt itthon, mivel ez már jó ideje, nem hozunk haza. Harmadszor játszak ugyanazt a figurát. Elesik a kapu előtt. Hát ez nem. Ez kapufa volt, nem? Először. Nem, az bement. Nézzék már vissza az a videón. Ezt nem fogják visszanézni. Mindegyiket visszanézik. Mert én azt mondtam, egy iskolában sem himnusz fog énekelni. Talán ezek után nem. Egyébként. Jó, azt visszanézik. Nem biztos még, nem biztos még az. Mindenki nézi. Na nézzük! Drukkoljunk! Ezt meg elvehetik simán. Hajrá, mondjad kis focistám! Hajrá, magyarul! Hajrá! Az előbb nevettünk egy jót, az egyik német játékos kapott egy sárgát, és olyan cuki volt. Omlott össze. Nem értette, hogy annyira aranyos volt az arca. De egyébként itt mellettem ül egy 165 centis tömény agresszió. Az ember nem is gondolná, hogy hogy drukkol. 27 percnél tartunk, és 1-0-ra vezetnek a németek. De apa azt mondta, hogy semmi pánik. Szerinte. Igaz? Nem lesz gond. Nem lesz gond. És ott van a legkisebb és a szélén a kis focista. Orbán, Dárdai, Kerkez. Jó, az ember. Schäfer, Nyúl. A Nyúl is szurkol. Hú! Ott van. Mondtam már, mondom, a szoboszlány már! Nem fogja! Az már túl magas ment. Lepattam. Szöget, megint. Mikor látunk közel, hogy nem látom? Oda néz. De közel látunk az előbb is. Én sírva fogok fakadni emberek. Nem belejtem a távirányítót a tévében, nem sírva fogok fakadni. Vajon hány tévé fog úgy érni, hogy beleáll a távirányító? Dorinát nem engedjük a tévé közelébe. Nem lesz egy gond, nem lesz egy gond. Nyomunk. Jobbak vagyunk. Itt a szöget. Hajrá, tovább. Szoboszlai, jó lehet. Még van negyed óra. És nem lesz. Az első fél időzön. Nem lesz jó. Mondja, mi vószünet, vagy valami ilyesmi. Hát ez hihetetlen komolyan. Nekik megadták, ami szerintünk szabálytalan, de szerintem más szerint is az lesz. Aztán a milyen kérem meg azt mondja, hogy les. És azt meg nem. Hát most csalódottak vagyunk egy kicsit, de mindegy. Most fél idő van pont. Hát ezt megmutatnám nektek, hogy folyamat rossz idő volt, és most a meccs idejére azért kisütött a nap. Nem a meccs idejére. Már délután kezdett jobb idő lenni, de teljesen mindegy, a sok eső után ma kisütött a nap. Hú, hurrá! Na mindegy, mindjárt megyek vissza, mert folytatódik. Aztán izgulunk tovább. Olé, olé, olé! Mondom, majd kiállunk a teraszra énekelni, de nem valószínű, mert egyelőre nem úgy állunk, hogy énekelni kelljen. Hát? Itt már csak a nyuszi láb segíthet, igaz? Igaz, majd csak a nyuszi láb segíthet. Hát ez ilyen. Na Mázli, hozzá szerencsét. Szoboszlai. Nyúl láb. Gyere, csináljunk egy selfit. Csütörtök délután van, és tegnap jó idő volt. Nagyon rosszak a fények. Nem szeretem egyébként a telefonkameráját, jobban szeretem azt a kamerát, csak akkumulátort nem szeretek cserélgetni. Na mindegy is, és vagy lehet, hogy tényleg koszos itt elől. Most valamivel jobb lett, nem?
Na mindegy, dolgozgatom a videón, és épp most nekiálltam egy pár kommentet megválaszolni, aztán vagy lesz ez még jobb is, mert jön a nyári szünet hamarosan. Egyébként pont azt nézem, kim vannak, ugye a gyerekek a teraszon, itt van Mancikának a barátnője, ott kint huncutkodnak, de visszafordulok inkább így, mert eddig így volt a legjobb. Jön a nyári szünet, és kicsit jobban rá fogok majd érni, úgyhogy próbálok majd tényleg minden lemaradást, mindent behozni. Most viszont megválaszolok egy pár kommentet, meg befejezem a videót, és akkor, ha minden jól megy, mert nagyon hosszúnak tűnik, és hosszú is lesz, akkor holnap már fogjátok tudni. Kicsit távolabb teszem, mert hiányzik a fele fejem. Nagyon el lehet szokni attól, ha az ember nem lovolászik, szóval akkor már holnap fogjátok tudni majd nézni. Legalábbis remélem, hogy így lesz. Úgyhogy folytatom tovább, csak gondoltam, hogy bejelentkezem. Egyébként, ugye mondom nektek, 4:06 van. Apa is nem sokára itt van, úgyhogy olyan sokat már nem fogok vele most foglalkozni. De még szerintem egy ilyen, hát, egy ilyen jó negyed órát szerintem még rá tudok szánni. Kb. 20 percet, és akkor mára ennyi. Aztán meglátjuk majd holnap, hogy tényleg addigra, ha most elkezdem majd feltölteni, akkor mennyi idő még az extra hosszú videót átellenőrzi a YouTube, meg ilyenek, mert a múltkor is akadt vele baj, a Transformer résznél kaptam rá egy copyrightot, nem is értettem, hogy miért, és ha meg elnémítottam, akkor az olyan béna volt, úgyhogy vissza kellett, és nem is az, hogy vissza kellett szedni, hanem az eredetit át kellett variálni, és akkor ezt újra fel kellett tölteni, és akkor újraindult a procedúra, és azért egy-egy órás videónak azért eléggé lassú a feldolgozása, mire HD minőségbe kimegy. Szoktam látni, amikor ugye én nézem a kedvenceimet, hogy írják a nézők, hogy nincsen hang, az azért van, mert amikor valaki feltölti a videót, és egyből közszemlére teszi, a YouTube még nem dolgozta fel rendesen, és akkor még nincs hang. Szóval én azért szoktam vele várni jó pár órát, vagy ha úgy van, akkor az a legjobb, hogyha egy napot vár vele az ember legalább, de egy felett minimum, és akkor tudja, hogy nem lesz ilyen gond. Szóval a múlt héten ez miatt is volt egy picit úgy, hogy ígértem, aztán nem úgy alakult, mert még ugye újra kellett dolgoznom rajta, na mindegy. Megyek, csinálom tovább. Na, halihó! Ma már péntek van, azt hiszem, hogy 21-e, de nem akarok butaságot mondani, mert azt hiszem, valamelyik nap is azt mondtam, hogy 17 van, aztán nem 17 volt. Múlt héten meg úgy értem, hogy mondom apának, hogy szerda van. Azt mondja, nem szerda van, csütörtök. Ja, akkor jó. Na mindegy, szóval péntek van, most megyek a gyerekekért. Ah, becsukom a garázs, mindjárt jövök. És hát ide nézzetek, miben vagyok. Pólóba! Hát én nem is tudom, hogy mikor volt utoljára. Talán még zülten. Mert hogy utána egy folyamatosan rossz idő volt. Ma már végre 20 fok van. Úristen, de jó. Legalábbis az autó 20 fokot írt bent, meg nem is néztem. Ugye megmutatom nektek. Ups. Nem tudom, hogy mennyire látszik. Na, mindegy. Nem ez a lényeg. Szóval pólóba vagyok. Jaj. És miért nem megyünk oda-vissza? Na, tessék. Na mindegy, szerintem nem erőltetem ezt a kamerázást. Délutánra már nagyon kevés dolgom maradt, megcsináltam a pénteki kis rutint. Mosnom kell, ugyanis most így a suli vége fele Mancikáiknak kitalálta a torna tanár, hogy akkor péntekenként elmennek első két órába ismét strandolni, úszni. Úgyhogy vártam a mosással. Szándékosan nem indítottam el délelőtt, mert hozza haza a vizes ruhákat, ugye törölköző, fürdőruha, stb. Viszont képzeljétek el, már csak két hét van hátra az iskolából, és hétfő-kedden nem lesz tanítás, gondolom csinálják a bizonyítványokat. Onnantól még két hét a suli, és akkor vége. Na, ennyi. Máról tényleg semmi hű, de extrát nem tudnék elmondani. Majd megyek dolgozni még, kora este, késő délután. Holnap megyünk csavarogni egy picit majd, mert Dorina... Igen, van egy kátyó kertünkben. Szóval Dorina megy moziba. Most lesz a moziba a Ghostnak valami filmje, úgyhogy ő azt szerette volna megnézni, úgyhogy holnap ő megy moziba, mi meg addig sétálunk egyet Bielefeldbe. Aztán ennyi. Majd szerintem holnap még onnan bejelentkezek, de ma már olyan semmi extra nem fog úgymond történni, amit érdemes vlogolni. Aztán most lesz egy kis vlogszünet, mert hogy, ja,
Igazából minden nap ugyanolyan szinte. Na jön a nyári szünet, több időm lesz. Akkor mennek fel a videók. Hú, az jó lesz. Hamar örömködtem, hogy jaj, de jó, pólóba vagyok kint, sokáig nem tart az öröm. Indulok dolgozni. Gyerekem keresztapja pont most tette ki a Facebookra nem olyan régen, hogy hát már azon gondolkodtak ők is, vagy örülnek, hogy lekapcsolják, vagy bekapcsolják a fűtést, vagy nem tudom, szóval, hogy póló. Na, ennyit a mai pólóról. Szakad az eső. Na, ennyi. Miért toltuk el a Vidán Parkot? Egyszerűen nem tudtok kint programot szervezni. Hihetetlen. De tényleg. Nem lehet, hogy egész nyörömből fogunk kukulni a négy fal között. Na jó, nekem el kell indulnom. Kis pihenő. Várni kell egy kicsit. És 5 óra. Az első kör lassan véget ér. Visszamegyünk a paketba, aztán jövünk még egyet ide. Ugyanígy. Akkor indulhat a hétvége. Most se kell füvet nyírni, hogy elnézem. Nem tudom, mennyire látszik. Ja, pedig az volt a terv még. Nem, majd lesz helyette hajnyírás. Meg azt hiszem 5 órakor van Dorinának a Ghost film. Azt hiszem, nem vagyok benne biztos, mert meg kell nézni. Azt szerintem jócskán kitart. 7-ig, meg mire kijönünk moziból. 7:30. Ja, 9-9 előtt nem leszünk otthon. Ha. És ennyi. Úgy nagyjából szombatról. Holnap meg nem tudom, mi lesz, tehát nagyon nem tervezünk semmi kinti programot. Vajon miért? Na mindegy. Apa bement Dorinával, mert ugye Dorina egyedül jött a moziba, egyedül nézi meg ezt a Ghost filmet, őt ez érdekli, az együtteséről szól, amit szeret, vagyis hát az egyik kedvenc együtteséről, mi meg addig elmegyünk itt, aztán csavargunk egy jót, biztos, hogy jó lesz, aztán ennyit így szombatról. Végre jó idő van. Pólós. Na jól van, Dorina le van tudva. De hát végül is összeköthetjük a kellemest a hasznossal. Imádjuk a vonatokat, úgyhogy egy pár vonatot lehet, hogy meg is nézzünk. Igazából időnk nagyon sok, mert hogy két és fél órás a film? Ja. Két és fél órás. Zsong az élet egyébként, ott valami meccset néznek kivetítőn. Megy az EB nézik. Ja. Úgyhogy el leszünk. Nem lesz ezzel probléma. Hál' Istennek az időt, azt látjátok. Nagyon szép végre. Hurrá, valami nyárféle is ideért, vagy valami tavasz, valami. Eljöttünk egy ilyen pár mellett, de talán látszik is a háttérben, itt a jobb vállam felett, ahol még konkrétan a lánynak az arca ki is volt festve. Mindenki gosztos cuccokba. Gosztos cuccokba, Dorina is gosztos cuccba jött. Ez egy kicsit hangos, valami Nino.
Ja, úgyhogy, és ez ide jön, mentő. Aha, ott. Születnek, hát nem tudom, de pont most érkezett meg a mentő. Szóval, ja, Mancika is egy kicsit kirokkeresítette magát egyébként, egy kicsit ilyen gocs stílust vett fel. Neki is nagyon tetszik, egyébként nekem is nagyon tetszik ez a stílus. Bár én sosem hallgattam metal zenét, de elég jól hallgatható. Dorina szokott mellettem az autóban hallgatni, és igazából semmi problémám nincs vele. Sőt, van, amit kifejezetten szeretek, és pont, hogy a Ghost-tól a Sverhammer, azt hiszem jól mondtam, és még lehet, hogy esküvő is van. Ó, oh, ott a lász menet! Éljen az ifjú pár! Éljen! Sokáig! Hát éljen az ifjú pár! Na jól van, szerintem lenyomlak titeket, bemegyünk itt az aluljáróba, és akkor megyünk át be a sétáló utcába. Melyik a mennyasszonyi autó? Hú, de szép az a kabrió. Az... Ó, abba ül a mennyasszony, nem? Lehet. Tölteni a 2,5 órát teljes mértékben, úgyhogy Mancikát hazavittük, és úgy jöttünk vissza. Kisétálgattuk magunkat, meg körülnéztünk, de túl soknak tűnt, aztán úgy voltunk vele, hogy majd akkor visszajövünk Dorináért. Tényleg örülök neki, hogy jól érezte magát. Tetszett neki nagyon a film. Mondja, holnap is befizet egy menetre. Előbb-utóbb gondolom elérhető lesz majd ilyen streaming szolgáltatóknál, mint a Netflix, meg nem tudom, ilyen, mit tudom, ilyen helyeken. Ja, most itt arra gondoltam, hogy lehet, hogy valaki előbb-utóbb felteszi a YouTube-ra is. Mert nem biztos, mert azt hiszem, oda nem szabad filmet feltölteni. Ja, na mindegy, hát ennyi, menjünk haza. Jó, jó volt ez a kis szombati nap, nagyon jó idő van. Egy jobbost, aha, itt jobbra kell menni, igen. Aztán ennyi, várjál, mert jönnek mellettünk. Tök jó van, most már kifordulok. Ja. Napi sétajárat. Igazán az útvonalon szoktunk jönni, ez egy ilyen 5-7 kilométeres kör.
És annyira szép, meg nyugodt. De nem is ez a legjobb benne, hanem az, hogy van egy... Jön egy autó. Jön egy autó. Ja, pont most mondtam, hogy milyen jó nyugodt. Amúgy az. Szép. Ugye megfordulok, megmutatom. Van benne egy ilyen nyílt szakasz, ahol be lehet látni a pályára, és lehet látni a vonatokat, amiket szeretünk. Így. Itt most még egyelőre nem, mert itt mélyebben mennek a sinek, de följebb majd megmutatom. Úgyhogy mosolyog az emberke, 18 kilométer azt írta. 18-an megyünk. Ez a megöttünk az autó. Ja, de meg is lepődtem, mert nagyjából sétatempóban vagyunk, ami ilyen 5 km per óra kb. Szóval néztem is, hogy 15-tel nem megyünk. Nem az, na, ennyit a nyugodtságról. Amúgy most megy a vonat pont. Hát innen már nem látjuk, a hangját halljuk. Ott megy lent. Valahol. Hát ez a járat már elment. Majd a következőt elérjük. Na mennyivel sétálsz? 5. Mutatom. Jaj, de jó. Na jól van. Néha kisüt a nap, néha elmegy a... Itt látszik? A teher van, az amúgy is lassú. Ja, teher. Ah, hát akkor meg nem késtük le teljesen. Na jó, menjünk tovább. Ja, szép, szép idő van. Elindultunk ilyen mindenféle hacukába. Aztán ne. Néha kisüt a nap, akkor le kell venni. Az az RE6. Vagy az RB61. RB61 lesz ez szerintem. Milyen csendes. Engem nem zavarna, ha vasút mellett kéne lakni. Semmi hangja ezeknek a motorvonatoknak. Olyan szépen siklik. Mondjuk ez most nem is jön gyorsan, lassít ő is. RB71, bocs. Következő életemben mozdonyvezető leszek. Ezt megfogadtam. Ja, hát van esély még egy-két IC-et elkapni, mert ezek is ilyen tájt járnak. Kicsit följebb jövünk, ott még árnyék is, mert nem süti a tarkonkat ennek annyi. Ja. Tehát majd azután jön. Ez jó hosszú. Számolni ötet fel a kiskéket. Nem is, meg kellett volna számolni, mennyi konténer van rajta. Hát rettenetesen sok. Ilyen hosszú tengeri konténerek. Hát, ez a mi szerencsénk ma. Ott jön mögötte az ícél. És nem fogjuk látni. Hú, csak darabokat. Na, mindegy. Amikor Zültről jöttünk vonattal, akkor is volt, hogy megálltunk vagy négyszer útközben, és először nem is tudtuk, hogy miért, mire tájékoztatást kaptunk, hogy terhelt volt a vonal, és meg kell leállnunk. Mert voltak szakaszok, ahol csak egy sim ment, és gondolom, hogy itt is ugyanez van, hogy egy idő után leszűkül, mert itt azt hiszem 5 vagy 6 vágány van egymás mellett, de hát az most ott itt a szélén áll, és nem láttunk tőle semmit. Na mindegy, sétáljunk tovább. Úgyhogy szerintem ez a vlog ez itt így ér véget. Vasárnappal, jövő héten nem tervezek vlogolni. Meg utána majd meglátjuk, nem tudom. Hétfőked nincs suli a csajoknak. Aztán még van hátra 3 nap abból a hétből, ugye jövő hét. Meg még utána egy teli hét, és akkor utána jön a nyári szünet. De amikor kisüt a nap, akkor rohadt meleg van. Wow. Na, szóval, hogy nem tervezek most vlogolni, nem tudom, hogy mikor lesz legközelebb vlog. Van egy csomó feldolgozandó videóm, amit szeretnék megcsinálni. Szóval majd meglátjuk.
Na jó, vigyázzatok magatokra, köszönöm, hogy itt voltatok, és ránk szentettek a szabadidőtöket, és hogy ismét velünk kapcsolódtatok ki. Sziasztok!